Hát üdvözlök mindenkit, ismét itt vagyok. Ez a videóklip igazán azoknak szól, akiket érdekel, hogy hogyan lehet Angliában autóvezető oktatóknak lenni. Ha valaki megnézte a bemutatkozásomat, akkor abból látható, hogy gyakorlatilag körülbelül miről is beszélek. Illetve a másik két videóklip ezen kívül, ami még látható, hogy hogyan lehet jogosítványt szerezni, illetve a körforgalomnak a biztonságos használata. Beszéljünk most arról, hogyha valaki szeretne autóvezető oktató lenni. Ennek egyetlen egy lehetősége van, meglehetősen hosszadalmas és költséges is. Elsősorban 3 évnél hosszabb jogosítványjal kell rendelkeznie valakinek. Ez lehet magyar és lehet angol is, ha magyar, akkor azt át kell váltani angolra. Gyakorlatilag nem lehet egyetlen büntető pont sem a jogosítványban, tehát ez kritéttel, illetve egy nagyon komoly erkölcsi bizonyítványt, illetve egy nagyon komoly történetet ellenőriznek a valakiről, hogy volt-e bármiféle büntető eljárása vagy sem. Amikor ez megvan, gyakorlatilag onnantól kezdve be kell jelentkezni egy olyan oktató iskolához, ahol képeznek autóvezető oktatókat. Ez lehet, számos van, nem akarok egyiknek sem reklámot csinálni, bármelyikhez lehet csatlakozni. 3 vizsgát kell letenni az autóvezető oktatóknak. Az első egy nagyon magas szintű elméleti vizsga, tehát erre föl kell készülni, erre le kell ülni, meg kell tanulni a szabályokat, tehát itt nincsen mese, nagyon magas szinten kell tudni a gyakorlati, illetve a közlekedési jelzéseket és hát az egyéb elméleti dolgokat. Amikor ez megvan, utána az az autós iskola, aki képezi az illetőt, ő segít abban, hogy egy nagyon magas szinten elsajátítsa a vezetés tudását, mert ugye, ha nem tudunk úgy vezetni, ahogy itt elvárják, mondjuk egy vizsgán, akkor hogyan fogjuk átadni a vezetést. Tehát el kell mennünk, ha végigjártuk ezt a fajta képzést, akkor be kell jelentkeznünk egy, de ezt mind az autós iskola el fogja mondani, be kell jelentkeznünk egy gyakorlati vizsgára, teljesen mindegy, hogyha 30 éve vezetünk, akkor is egy gyakorlati vizsgára be kell jelni. Ez egy nagyon magas szintű vizsga, gyakorlatilag ugyanúgy történik, mint a sima jogosítványnak a gyakorlati vezetői vizsgája. Az előző videóklipemben én ezt elmeséltem, érdemes megnézni. És a különbség az, hogy ez egy meghosszabbított vizsga, tehát egy ilyen 70-75 percig kell vezetni, nagyon magas szinten és sokkal kevesebb hiba határa. Tehát én azt gondolom, hogy elérhető, semmi probléma nincsen vele, de azért kell hozzá tanulni, és hát ügyesnek kell lenni. Amikor mindez megvan, akkor az autóvezető iskolánál, illetve a közlekedési minisztériumnál lehet pályázni, illetve lehet igényemben pályázatra, nem nincsen szó, mert megadják mindenkinek. Ezt úgy hívják, hogy Pink Badge. Ez arra ad jogosítványt tanuló oktatónak, hogy elkezdhet dolgozni, és a gyakorlatban ugye próbálhatja a tanítás tudását, illetve a tapasztalat megszerzését. Ez egy nagyon hasznos periód, én azt gondolom, hogy ezt mindenképpen érdemes végigcsinálni. Ez készít majd fel arra, hogy gyakorlatilag simán letegyük a 3. vizsgát. A 3. vizsga az nem másról szól, mint arról, hogy az ember a tanuló oktatónak gyakorlatilag az oktatási képességét kell bebizonyítania. Ez azt jelenti, hogy a vizsgabiztos beül a vezetői székbe, és 2 különböző típusú tanulót fog eljátszani, aki elmondja, hogy körülbelül milyenek, és azokat kell megtanítani bizonyos dolgokra. Nagyon szigorú. Hozzá szeretném tenni, hogy maga a tanfolyam az körülbelül, hát, hogyha nagyon sikeresen mennek a vizsgák, minden vizsga, akkor én azt gondolom, hogy 2 év, tehát ez a minimum, amit rá kell szánni, és a jelenlegi költségekről beszélve, mint egy 5000 font. Tehát, ezek csak némi információk. Amikor eljutottunk oda, hogy a 3. vizsgára elmenjünk, aminek ugye az a tétje, hogy teljesen fully qualified instruktorokká válhatunk, vagy sem. A fully qualified instruktor, már is mutatom, az azt jelenti, hogy egy ilyen zöld színű patcha van. Ami azt jelenti, hogy a Driving Standard Agency, közlekedési minisztérium elismerte, hogy az az oktató teljesen qualified, minden vizsgának megfelelt és minden elvárásnak. Ez a úgynevezett szinten tartó vizsga megtörténik minden 4 évben, mert az oktatóknak mindig meg kell felelni ezen a szinten. Ez a vizsga gyakorlatilag a lényeg. A 3. vizsga, ugye van a part 1, part 2 és a part 3.
part one az az elméleti, part two a gyakorlati, tehát a vezetés, és a harmadik, a part three, az pedig az oktatói vizsga, amiről ugye szól ez az egész. A jelenlegi statisztikákat, ha megnézzük, gyakorlatilag 100 jelentkezőből, illetve 100 vizsgázóból, aki elment erre a harmadik vizsgára, összesen 7 tud levizsgázni. Ebben benne vannak az angolok is. Tehát nem azért, mert hogy mondjuk én magyar vagyok, Magyarországon jöttem, vagy pedig indiai, német, bárhonnan a világból. Tehát ebben benne vannak az angolok is. Tehát aki elmegy a harmadik vizsgára, a 100 emberből összesen 7 tudják befejezni ezt a tanfolyamot. Tehát ez nagyon fontos, hogy tényleg komolyan kell venni. Annál is inkább, mert nem úgy, mint a rendes vezetői jogosítványnál, hogy ha elmegyünk 50-szer, akkor 50-szer fogunk vizsgázni, teljesen mindegy, nincsen határ, hogy hányszor lehet vizsgázni. Vezetői oktató vizsgánál összesen 3 vizsga lehetőségünk van. Tehát, hogyha a 3-ból mind a 3-at elbuktuk, akkor gyakorlatilag befelegzett a oktatói karrierünknek, elfelejthetjük az egészet. Azt mondják, hogy ha valaki ennyi idő alatt nem tudja, tehát a 3 vizsgát nem tud fölkészülni rá, gyakorlatilag arra nem számítható, hogy olyan veszélyes iparágban, mint a közlekedés, gyakorlatilag biztonságosan fog segíteni a tanulóknak. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg komolyan kell venni, nem elérhetetlen, én is elértem, annak ellenére, hogy magyar a magyar anyanyelvem, tehát dolgozni kell érte, foglalkozni kell vele, és hát nagyon kell tényleg vágni az ember agyának angolul, mert nincs idő fordításra. De ebben az autós iskolán, ahol bejelentkeztünk is, akik segítenek, ők nyilván fölkészítik erre a tanulókat, és hát ha szükség van, persze természetesen én is állok rendelkezésére bárkinek. Én azt gondolom, hogy röviden ennyi, hogy hogyan lehet valaki oktató. Ha valakit érdekel továbbra is, és szeretne napra kész információkkal rendelkezni, akkor arra kérem az illetőt, hogy adjon a ismerőseihez, akár a Facebookon, akár az IVI-ben. Ott megtalálhat az összes videóklipem, mint amit most itt a YouTube-on is nézünk, illetve a referenciáim, az összes adminisztráció, az összes papír, ami szükséges bármihez. Tehát én azt gondolom, hogy elég átfogó információt nyújtok róla. Ha szükség van, nagyon szívesen állok mindenkinek rendelkezésére, e-mailben, telefonon, bármilyen szinten, de kérlek akkor mindenkit, hogy a Facebookon, IVI-ben tartsuk a kapcsolatot, adjuk egymást hozzá a ismerőseinkhez, és akkor sok sikert kívánok, és balesetmentes vezetést mindenkinek, és hát remélhetőleg hamarosan találkozunk. Minden jót, viszlát!